Sziasztok, köszöntelek benneteket! Láthatáron az újabb hőhullám, az újabb kánikula, erre majd a jövő hét elején, illetve közepén kerül sor. Addig viszont a hétvégén folytatódik az átlagosnak mondható nyári időjárás. Hétfőn érkezik majd egy hidegfront, ez elsősorban a dunántúli időjárásba szólhat bele nagyobb valószínűséggel. Ott akár tartós eső és 20 fok körüli maximum hőmérséklet is elképzelhető. Az ország keleti részén viszont várhatóan maradni fog a meleg időjárás. Kettő viszont a Dunántúlon is gyors melegedés kezdődik. Ha megnézzük a hőmérsékletváltozási térképeket, azon jól látható, hogy lassanként távolodni kezd tőlünk az a hidegörvény, amely például ma is az ország keleti részén záporokat, zivatarokat okozott, és ahogy távolodik ez az örvény, hatása gyengül itt a Kárpát-medencében, egy picikét erősödik a nappali felmelegedés mértéke holnap, illetve holnap után, aztán, mint említettem, a jövő hét első napjaiban, ez a hidegfront éri el majd térségünket, elsősorban a Dunántúlon okoz majd csapadékot. Az éjszakai órákban csapadék elsősorban a keleti, észak-keleti tájakon fordulhat elő, ott lehet záporok, zivatarok kialakulására számítani, másutt többnyire kevés lesz a felhő, és a szél is veszít majd az erejéből. A hajnali hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, tehát országszerte felfrissül a levegő. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre eső területeken ismét erőteljesebb gomoly felhőképződéssel, ezeken a tájakon fordulhat elő nagyobb eséllyel záporeső, zivatar. A Dunántúlon többfelé lesz élénk az északnyugati szél, ott lesz majd a hőmérséklet a magasabb, az ország keleti, északkeleti részén pedig a hűvösebb. A folytatásban, a következő napokban, vasárnap még további melegedésre kell számítani, aztán hétfőn érkezik a hidegfront, amely várhatóan az ország középső területein megáll majd, és gyakorlatilag itt oszlik majd föl kedden. Kettő pedig erőteljes melegedés valószínű a számítások szerint, olyannyira, hogy például itt Budapest környékén is bőven 30 fok felett alakul majd a maximum hőmérséklet, aztán péntek tájékán egy újabb hidegfront érkezhet, és valamelyest mérséklődik majd a hőség, illetve a kánikula. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a csatornánkra, illetve kövessetek bennünket mindenhol. Sziasztok!